Na, akkor menjünk tovább. Vajon mi vár ránk itt? Arra is lehet menni, erre is lehet menni, azt hiszem. Azt ki tudom nyitni? Persze, hogy a másik oldalra van zárva. Ehhez van térképem? Nem nagyon. Jó, oké. Akkor megyünk tovább, kérem szépen. Mik vannak még itt? Erre nem tudok menni. Itt mi van? Itt valamit mutatott. Vagy lehetséges, hogy tök máshol van, és én csak itt nézelődök tök fölöslegesen. Na mindegy, akkor menjünk tovább. Ajtó? Nem nyílik, jó. Akkor csak erre. Az, ott valamit láttam csillan. Aha, láttam. Láttam ám, hogy mi van ott. Erről van szó. Nincsen több pisztolylőszerem, ha ebből baj lesz, gyerekek. Oké, 6 darab. Ebből bazi nagy baj lesz. Ebből rohadt nagy baj lesz. Oké, nekem ide szerintem kés fog kelleni. Nem. Na, mi lesz itt? Ó, cutscene! Special child. Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What do you have? It's my territory. I won't let leave. Shit. Na most akkor gyorsnak kell lennünk. Ez annyira nem fasza. Merre kell mennem? Arra tovább? Na most itt ezzel mit tudok kezdeni? Ennek tök fölöslegesen miszálom, mert hogy... De erre nincs semmi jó. Igazából a késen kívül sok minden nem tudok, szóval... itt elvileg ennyi van, akkor megint. Mi az anyád van? Hogy ez miért volt itt, azt nem tudom, de mindegy. Valamiért nagyon meg akar akadályozni, hogy innen elmenjek. Mi az anyád van itt? Errefele voltam, vagy a másik irány volt? Errefele voltam. Mindenhol nő ez a takony, de hogy miért? Igazából simán kijutottam innen, szóval innentől kezdve nem nagyon értem a dolgot. Jaj, lezúzták az ajtót, szóval ez pozitív. Na most merre? Futi. Ha tudnám, hogy hol a francba vagyok, az nagyon sokat segítene egyébként a lelki világomon. Ott van valami, azt szét kell zúznom mindenképpen. Mi van itt? Lej. Arra át tudok menni? Nem. Ott van valami kincs, azt nekem valahogy meg kéne találnom. Rendkívüli módon. Nézzük csak. Itt nincs semmi. Ide bent. Valami lőszer könyörgöm, egy gyúk esetleg, aki segít rajtam, bármi egyéb. Na, mi van itt? Azt mondja, hogy... Hagyd a bányában lévő, mi az Istenben, bódéban a hajó kulcsát közbe, az meg. Azt mondja, Hans meghalt. Nein. Szóval egy darabig nem fogunk halászni. Mind we all know, azt mondja, mindannyian tudjuk, hogy a halála nem volt baleset. Megette egy óriási hal hajóstól. Oké, ez tök pozitív. Szóval akkor mehetünk vissza a bányába ugrálni. Csak hova? Tehát ott konkrétan nem volt semmi. Tehát igazából ott nem... erre nem is tudok menni, oké? Igazából ott sem erre nem tudtam menni, szóval...
Szóval itt valami... Mi volt? De semmi. Remélem lesznek 800 ezer millióan, aztán majd szopatni fognak engem össze-vissza. Erre voltam? Erre nem voltam. Aha, sárgával jelzi, hogy arra kell mennem, csak jönnék rá, hogy miért. Jó. Jaj, emlékszem erre a részre. Ez nagyon nem lesz jó. Handgun ammo, baszki, ez az. Úgy emlékszem, hogy itt lesznek majd ilyen jó kis like-enek, ami nekem a lehető legkevésbé semmi hiányzik. Egy ott van. Valahogy nekem... nem arra. Remélem, hogy nem vesz észre. Nekem igazából az épület hátuljához kell jutnom valahogy. Most ha én ezt szétcsapom, az biztos is ne, hogy engem észrevesz. Hagyjál békén, pénisz arcú! Na most akkor gyorsan futunk, jó? Hordó, nem kell, leszarom igazából. Tűnjünk el innen a francba, csak ne vegyenek észre annyian. Szevasz öreg, bocs! Baszki! Futi! Ahogy se ez meg! Gyorsan! Aztán fussunk innen, de nagyon-nagyon gyorsan. Megvan a hajó kulcsom, szóval ez pozitív, legalább innen el tudok húzni a francba. Egyszerűen nincs előszerem, mire kell küzdeni ellenük, szóval... Innentől kezdve futás van. Oké? Nincsen jobb ötletem, futás van. Arra mi van? Arra jöttem, vagy nem? Ja, itt is le tudok ugrani, és... Labirintus puzzle. Az biztos is, hogy nem itt van, bár mindegy. Jó. Nem. Hol az Istenbe vagyok? Ott megyünk ki, oké. Jó, na akkor most megyünk hajózni, gyerekek. Fú, de nagyon régen voltam már fele. És jelenleg ott állok, hogy rohadtul nincs lőszerem. Baromira megszivattam saját magamat egy csomó mindennel. Nem tudom, milyen ellenfél van a hátam mögött, de rendkívül zavar, hogy hallom a hangját. Milyen lett ez Village of Shadows-on, bakker? De milyen? Na most azt mondja, hogy ott volt valami kincsecske, ha jól emlékszem. Ott láttam az hétszentség. Erre fele kell bemennem, érte? Ott van valami. Talán igen, talán nem. Erre például rovatú nem tudok menni, de én megpróbálok körbe, hátha. Arra nem enged, akkor biztos is nem, hogy valahova máshova kell mennem. Erre esetleg tovább? Nem, bukó. Na mindegy, akkor menjünk tovább arra. Lehet, hogy vissza tudok majd jönni erre felé. Fogalmam sincs, hogy hogyan kell ezt a részt egyébként megoldani. Majd rá fogok jönni. Bazi nagy gát. Így vissza tudok menni. Hol, fiú! Lány, valami. Te mi volt ez, de még nézi? Na most. Nem erre voltunk. Arra meg nem enged tovább anyag, szóval akkor nem arra fele fogunk menni. Erre be, arra se fog engedni, a rohadt életbe. Szépen elakadtam, és fogalmam sincs, hogy hogyan fogok ahhoz a dobozhoz hozzájutni, de valamiért muszáj lesz. Tehát ki vagyok folyva mindenből is. Rezinény mennyivel könnyebb volt ilyen szempontból, de tényleg ott legalább minimálisan is meg tudtam védeni magamat, hogyha valamiért kellett. Mi lesz még itt, banyek? Arra nem megyünk tovább, erre mi van? Ó, cutscene van. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job.
Hey, Cap, I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What the God? Stay back! The exit's underwater. You're done! I don't have time for this. Great. Miranda is already preparing a sail. Miranda sent you to stand her down? Pathetic. Na, elvileg ő a hal fiú, vagy hal lány, nem tudom igazából melyik a kettő közül, de egyik sem túlságosan szimpatikus. Halvízbasz. Húzzunk innen a francba, jó? Nem tudom, hogy le tudja borítani egyébként ezeket a cuccokat alólam, vagy sem, de egyáltalán nem szimpatikus. Oké, ez megrendezett volt, szóval igazából ideig el kellett, hogy ússak. Reméltetek a száraz földön olyan túlságosan sokat ugrálni nem tud. Igazából bizalom van minden, és ugye engem tájékoztatott most arról... Itt. Most itt mi a herét csinálok? Tehát engem ugye tájékoztatott is arról, hogy víz alatt van nekem a kijáratom, szóval ez így nagyon fasza. Tiszta víz itt minden, szóval erre nem megyünk. Arra voltam. Most leginkább attól parázok egyébként, hogy rohadtul nincsen semmi lőszerem, de tényleg semmi. Gatehouse, oké. Okay. Oh, meghúzzuk a cuccot, mi az? Ja nem, ez valami... jó, úgy látom, hogy itt... Aha, bekapcsoljuk. Aha, nincs energia. Na, energiát azt meg kell szerezni nekünk. Azt mondja, hogy a Reservoir Gatehouse Operation Instructions, Reservoir nem tudom micsoda, azt mondja, hogy Gatehouse, azt mondja kapuház, operációs instrukciók, ezt meg azt mondtam, jól megfordítottam. In an instance of heavy rain, there may be a damage to the local aquatic life. Azt mondja, erős eső, vagy nagy esőzés esetén megsérülhet a helyi vízi élővilág. It is advised that you drain all excess water using the following steps. Tehát javasolt, hogy az összes fölösleges vizet engedd le az alábbi módon. Első, move the windmills with a crank to start the electricity to the gatehouse. Tehát először is el kell mozdítani a szélmalmokat egy ilyen kurdi segítségével, hogy energiát, hogy elektromosságot kapjon a házunk. Kettő, húzzuk meg a kat, hogy kinyissuk ugye a zsilipet. Oké, okay, akkor ezt fogjuk tenni. Valami ott világít, mi az ott? A gyúk! A tesó! Baze! Szia! Szevasz! De hiányoztál! Yes. Hú, de hiányoztál! Remélem, hogy van nálad valami jóság, mert én rendkívül ki vagyok fogyva mindenből. Ezt még lehet kombinálni. Ez meg kaja. Erre nekem szükségem lesz. Még egy piklokkom is van igazából, szóval... Oké, okay, eladtuk egy csomó leér. Oké, nem csúlja, igazából semmit nem ért. Mondd, hogy van nálad lőszer, vagy valami. Léci. Örülök, hogy meg tudom vásárolni, köszönöm szépen. Rohadt sokat segítettél.
Ez baj. Ez baj. Most igazából megvehetném a Lemit, megint ugye visszavehetném, de sokat nem érnék vele, mert ugye minimálisan van benne. Tudunk valamit fejleszteni? Biztosan már elmileg semmit az égvilágon. Shotgunon maximum a reload speedet, az mondjuk egy hasznos tulajdonság, úgyhogy ezt mindenképpen. És van egy olyan sejtésem, hogy ezt is használnom kell, úgyhogy ezt is megpróbáljuk följebb tornázni, jó? Reload speedet szintén. These hands are more dexterous than one might think. Na most egy kérdés csak, hogy nekem totálisan úgy rémlik, hogy... aha, ez shotgun, ez rifle. Gránátvető, jól emlékeztem, hogy van nekem itt egy ilyen, nem? Szóval most beteszem shortcutba igazából, remélhetőleg kész nem nagyon kell használnom. Ezt is hogy tudom tornázni? Vajon mindjárt megnézzük. Gunsmith. És nem, ezt nem tudom. Jó. Thank you for your patronage. Nagyon szívesen egyébként, bocsánat, de először még szeretnék vásárolni. Meg kell néznem, hogy tudok-e itt venni még bármit az égvilágon. 3-8, elvileg tudok. Mi van még ebből? Azt mondja, hogy 0-3-8. Ezt pont nem tudom megvenni. Ezt se tudom, ezt se tudom. Igazából ezt az egyet tudnám, ami ugye föltolja azt, hogy kevesebbet sérülök akkor, hogyha jó, hogy itt tartok, hogyha védekezek. Na most az a helyzet, hogy én rohadtul nem tudok védekezni, jó? Tehát hiába csinálok így, én béna vagyok ebben, abszolút teljes mértékben béna vagyok ebben. Jó. De nem, erre bocsánat. Remélem semmivel nem kell megküzdenem, mert rohadtul tele van a hócipőm már azzal, hogy ennyire kivég fogyva. Nem kellett volna igazából mindent megölni menet közben, jó? Tehát valószínűleg egy csomó helyen... Valószínűleg egy csomó helyen nekem elég lett volna elfutnom. Ez most nem az a helyzet volt, amikor sikerült, jó? Tehát... vagy lehet meg kéne tanulni a késsel bánni. Bán valami. Nyet. Mi az? Azt mondja, hogy ez a kurbli régi és törött. Olyan, mintha bármi pillanatban eltörhetne. Remélem nem fog eltörni. Az egyetlen, ami még tartalékban van, az a kettes számú szélmalomban van. Itt mi van még? Csike! Roppant módon nem ezt akartam egyébként. Igazából totálisan úgy emlékeztem, hogy még mindig a késem van. Hoppá! Ez most nem volt jó. Vissza kell raknom a kést. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy ágyúval verébre? Ne, ez most pontosan az volt. Azt a rohadt élet. Baszki. Összes sírkét szétrobbantottam a francba. Kristály darab, tök jó. Van még csirke? Tök úgy hallottam, hogy itt lenne csirke, de mindegy. Jó, kést veszünk föl, jó? Abból baj nem lehet. Itt mi van? Cuccok. Handgun ammo, tök jó. Még oké. Töltsük tele. Megtölti a télapó, ha üresen látja. Azaz, egy kis lej. Igazából tudja ez a játék, hogy mire van nekem szükségem, csak abszolút nem adja oda. Jó, tehát ez így annyira nem szimpatikus. Itt valami, semmi, nem, nyente, nyista, nuku. Jó, most meglepődtem, igazából nem terveztem leugrani. Csak pont nem láttam, hogy hol a francban vagyok. Mondjátok, hogy van valami felszedni való bárhol az égvilágon, tehát még mindig nem vagyok a lehető legjobb állapotban. Jó. Dereng valami. Várjunk csak. Ott. Igen. Emlékszem, hogy itt nagyon-nagyon megszopattam magamat, szóval muszáj volt azt most kilőni, hogy ne később kelljen. Mindjárt jön a halfiú, jó? Tehát, csak hogy fölkészüljetek idegileg. Hol van a hangar nemo? Hol volt? Mutatta, hogy ott volt. Hol van? Hol a francba van? Mutatta, Banyek. Azaz! Fölszette. Jó, kiváló. És akkor azt is el kell vágnom, jó? Azaz. Baba! Mondtam én, hogy itt van valahol a rohadék. A rohadt anyját neki. Igazából mindig csak arra kell figyelni, hogy ne legyetek az útjába, jó? Tehát ő csak bizonyos helyszíneken tud mászkálni, és ez például egy bizonyos helyszín volt. Oké, és na most itt pedig, te vasz. Na most itt pedig ezt
el kéne vágni, azaz. Ennek a másik felét lőttem ki, ugyanis a lehető legrosszabb helyzet az, hogyha nekem át kell mennem. Tehát, hogyha azon a kis deszkákon kell nekem átfutni. Hol van? Jó, húzzál el innen. Köszönöm. Ne, engem hagyjál békén. Oké, ott van valami. Ó, tök jó. Remélem, hogy itt semmi nem lesz az égvilágon, jó? Tehát, de is van valami. Nagyon remélem, hogy semmiféle ellenféle nem kell itt találkoznom. Úgy emlékszem, hogy nem. Jó, arra nem. Akkor, ja, lépcső, oké. Jó. Folyamatosan nézelődök egyébként, hogy bármiféle cuccot azt föl tudok-e szedni, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon hiányom van mindenből. Tolja, de eten, azaz. Ja igen, és ide még egy cucc kell majd, hogy át tudja jutni, jó? Lefele, rendben van. Na itt mi van? Ah, igen, most azt ott föl fogom emelni, vagy ki fogom nyitni azt a jószágot ott fönt, és akkor majd ki fogok tudni arra futni. Nagyon-nagyon kukacos. Ott, azaz, oké. Tökéletes, csodálatos. Ezt a részt én legyűlölöm. Igazából itt nem tud jönni, úgyhogy itt csak ijesztget. Akkor fussunk neki, remélem, hogy nem fogok szívatni saját magamat. Gyerünk. Gyerünk, van ott még egy kapcsoló, azaz. Na, ez itt nagyon-nagyon fasza lesz egyébként. Arra persze nem tudok menni. Magnum ammo, tök jó, legalább van ilyenem. Ja, ezt majd egymás után kell meghúzogatni, bocsánat, ezzel nem tudok mit kezdeni egyelőre. Szóval itt igazából meg kell húznom egyet, kettőt, hármat. Most a narancsága van legközelebb, szóval... Futás, gyerünk, át kell jutnom az egészen, gyorsan. Azaz, futás! Gyerünk! Oh! De jó voltam, éppen hogy, hol vagy a szemét. Oké, most csak ijeszget a rohadék, jól van akkor, fasza. Ne. Gyorsan futás arra fölfele, gyerünk, menjél már itt, az anyádat! Azt a rohadt élet! Ezt utálom! Futás! Ott jön szembe, és nekem gyorsan kell itt fölfutnom. Az éppen hogy csak. A szemétláda! Annyira mocsok, genyó módon csinálták meg ezt az egészet, de tényleg! Ijeszgesd anyádat, jó, köszönöm szépen! Remélem jól van. Na, toljuk, azaz. Azaz, anyucinak mondhatod, hogy majd legközelebb ügyesebb leszel. Nekem nem mond, jó kis... Oké, messze van, tök jó. Most visszajöttem ide, és most... Aha, most akkor csinálok magamnak még egy ilyen utat. Gyerünk. Meg az anyádat azt. Futás. Azaz, okés. De jók vagyunk. Arra lefele semmi, jó. Itt. Aha, itt semmi utam nincsen, szóval akkor kizárásos alapon csak erre fogok menni. Azaz. Jó, hú, baszus, bocsánat, keresek közben. Jó. Tudsz valami, éci, könyörgöm, tehát bármi igazából, amivel tudok magammal mit kezdeni. Van egy ekkora szemétdomb, és sem erre nem tudok menni. Jó, akkor kizárásos alapon. Nem, itt se, akkor föl. Jó. Az mit csinál? Azaz. Oké, és ez egy szép nagy hajó. Mindjárt kimegyek, nyugi, csak először szét kell vagdolnom ezt a cuccot.
Remélem, hogy nem fog elsüllyedni menet közben. Na végre, köszi. Oké, és ez jó volt. Aha, lezúzta a hajót, bakker, oké, már mint volt. Nem voltam ebben biztos egyébként, szóval most csak így találgattam, de... Jó. Akkor hol a francban van a kijárat? Most fölfele kell mennem? Hol vagyok egyáltalán? Oké. Na most itt hol vagyok? Ott van egy létre, vagy rosszul láttam? Na. Ha rosszul láttam, most itt akkor igazából mit keresek? Azt a részét nem tudom. Fogalmam sincs, nem tudom. Ötletem sincsen. De szerintem kifele sem fogok tudni menni, szóval itt már igazából sok hely nincsen, ahol tudok menni. Sőt semmi, oké. Akkor kizárásos alapon valahogy föl kell jutnom, csak ne lenne ilyen tök sötét, szóval nem vagyok beljebb igazából. Az meg ott mi? Megvan, kiváló. Na, halfiú, az remélem, hogy ilyen magasra nem fog tudni ugrani. Rendkívül utálnám a dolgot. Nem szóltam, jó? Egy szót sem szóltam. Explosive rounds, oké, az hasznos. Itt. Van egy krenkem, tök jó, oké. De csak ezt nem tudom megtekerni, szóval akkor máshova megyünk. Jó, ez meg. Nem tudok fölmászni, oké. Gyerünk. Akkor meg... Ja, most már meg tudom tekerni, oké, tök jó. Akkor krenket neki, gyerünk! Jó. Igazából a halfiú az közben kizárólag ijesztgetési célból van ott, tehát engem abszolút nem zavar, hogy mit csinál. Nem fog soha összedőlni, ha tudom, jó? Futás! Azaz, menj föl! Na végre! Erre a részre sokkal jobban emlékszem, mint az előtte és az utána lévőkre, jó? Tehát itt azért szopattam magamat eléggé sokat ahhoz, hogy emlékezzek rá, hogy mi a franc történik. Mára mennyire az lehetséges? Hát megyünk a túloldalra? Hát menjünk. Ne gyere ide! Ez közel volt! Fuck! Oké, na akkor ezt is megtekerjük és lesz áramunk. Gyerünk, azaz. Krenkeljünk egyet, tökéletes 20-20-20. És ha minden igaz, akkor most pedig beindul az áramellátás, és tök jó lesz. Na? Oké! Aha, van nafta, erről van szó. Ja, arra vissza. Továbbra sem látok egyébként semmit, ami használható lenne. Szóval kizárásos alapon, akkor most megyünk ide be. Megnézem közben azért a gyúkot, hogy bármi ok miatt egyébként változott-e neki itt a... Oké, tudom, köszönöm. Tehát, hogy bármilyen szinten változott-e neki egyébként az eladó dolgai. Ezt jól megaszontam. Nem. Duke's Kitchen. Mi van nekem itt még? 6-8. Ez mondjuk tök jó, csak nem érdekel. 0-6-8-6-8-1, ezt meg tudnám... ezt meg is tudom venni? Oké, életet az föltoljuk maximum. Jó. Oké, tökéletes, köszönöm szépen. Legalább valami. Oké. Hú. Tökéletes, köszönöm szépen. Oké, na, megnőtt az életem. Tökéletes. 0-5-0. Semmiből semmim, jó? Úgyhogy... ja, az eladó dolgokat akartam volna megnézni, bocsánat. Tudom, én túlságosan reménykedem, de hát ez van, muszáj. Supplies. Nem. Ö,
Ja, azt eladtam, úgyhogy az bukó. Na mindegy. Jó, igazából akkor semmi más, akkor szépen meghúzzuk itt a dolgot. Ja. Na most itt ugye egy apróság, hogy ott jobb oldalt látjuk ugye ezt a dolgot, és ezzel megszopottam magam egy darabig, nem értettem ezt az egészet, hogy össze-vissza kapcsolgattam, és ugye, hogy miért van itt fekete. De rájöttem, hogy igazából csak el kell forgatni az egészet, szóval elvileg ez itt egy kék kell legyen, ez egy fehér kell legyen, ez pedig egy narancssárga, aztán fehér az jó, narancssárga, és jó is igazából ennyi. Na most akkor meg lehet húzni. Phew.